Presterem. It's a joy to come and to see you this morning. De nagyon nagy öröm jönni és látni benneteket ma reggel. If you have a Bible, turn to Acts 14. Hogyha itt van a Bibliátok, akkor lapozzatok az Apcsel 14-hez. And I'm looking at Karcsi and I forgot something. És, két hét múlva azt beszéltünk? Mit beszéltünk? 21-én? Az jövő héten. Okay, so next week, come to church because we're gonna have food after church. Szóval elfelejtettem, de azért nézek Karcsira, hogy biztos, ami biztos, 21-én, tehát jövő héten vasárnap a gyülekezetbe kaja lesz, úgyhogy gyertek. We're gonna have one of my favorite foods. It's called brashoi. Basically, it's turkey and garlic and potatoes, and you can't go wrong. Az egyik kedvenc kajám lesz brassói apró pecsenye, ami nem más, mint ugye krumpli, meg sült krumpli, meg hús, meg hagyma és mindenféle finomság. So, and it's going to be good. So invite a friend, hang out after church next week. Hívjatok el barátokat, és aztán maradjatok itt Gyüli után ebédre. And if I remember, I will create a Facebook event today. És hogyha megemlékezem róla, akkor még ma fogok ilyen Facebook eseményt kreálni. And if you are a vegetarian, we will have a vegetarian option for you. És hogyha netán vegetáriánus lennél, akkor olyan opció is lesz. We want to make sure we respect everyone's dietary preferences. Szeretnénk mindenkinek a kedvébe járni. Anyways, Acts 14. Szóval Apostolok Cselekedetei 14. fejezet. There are four missionary journeys of Paul recorded in Acts, and we're coming to the end of the first one today. Az Apostolok Cselekedeteiben 4 misszionáris útját rögzítik Pál apostolnak, és most az elsőnek a vége felé érkeztünk. And you know, we've seen some pretty miraculous things happen in the book of Acts already. És már idáig is elég sok csodával határos dolgot láttunk megtörténni itt az Apostolok Cselekedeteiben. We've seen amazing things. We've seen people empowered by the Spirit. We've seen speaking in tongues. We've seen Paul curse somebody with blindness. Elképesztő dolgokat láttunk, ahogy betöltötte őket a Szentlélek, nyelveken szóltak, láttunk Pált, ahogy valakit vaksággal sújtott. And we come to chapter 14, and I'll be honest with you, chapter 14 is kind of like, okay, they went here, they did this, they went here, and they went here, and they went home. És aztán elérkeztünk ide a 14. fejezethez, és hogy őszinte legyek, elég olyan fejezet, hogy hát ide mentek, ezt csinálták, azt csináltak, és utána hazamentek. So, let's pray. Úgyhogy imádkozzunk. That God would speak to us. Hogy Isten szóljon hozzánk. God, we thank you for your word. Istenünk, köszönjük a te igédet. And we pray as we come to this chapter, you would speak to us what we need to hear. És azért imádkozunk, ahogy eljutottunk ehhez a részhez, szólj hozzánk, hogy mi az, amit meg kell, hogy halljunk. If we need encouragement, conviction, whatever, Lord, help us to hear what you would say to us. Ha bátorítás vagy feddésre van szükségünk, Uram, segíts, hogy meghalljuk azt, amire szükségünk van ma reggel. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. All right, so now at Iconium, verse 1, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews, some with the apostles. And when an attempt was made by both Gentiles and Jews with the rulers to mistreat them, to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country. And there they continued to preach the gospel. Egyes versről olvassuk. Pál és Barnabás Ikóniumban is elment a helyi zsidó közösség zsinagógájába. Olyan erővel hirdették Isten üzenetét, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan hívőkké lettek. De azok a zsidók, akik nem hittek Jézusban, a hívők ellen uszították a nem zsidókat. Pál és Barnabás mégis sokáig ott maradt, és bátran beszélt az Úrról, aki pedig megerősítette, hogy amit Pálék az Úr kegyelméről mondanak, az igaz. Jeleket és csodákat tett az apostolok által. A város lakói emiatt két csoportra váltak. Az egyik csoport a helybeli zsidók mellett volt, a másik pedig az apostolok mellett. Az a csoport, amelyik Pálék ellen volt, zsidókból és nem zsidókból, meg a nép vezetőiből állt. Ezek meg akarták verni az apostolokat, sőt, meg is akarták kövezni őket.
Amikor Pál és Barnabás ezt megtudták, elmenekültek a városból. Elmentek Liakónia vidékére, Lisztrába és Derbébe, meg azok környékére, és ott is hirdették az örömüzenetet. Okay, just to give you a little context of where we are. Csak hogy egy kis szövegkörnyezetet adjak abba, hogy hol is vagyunk most. One of Paul's letters that he wrote was to the church in Galatia. Az egyik levele Pál apostolnak a galatabeliekhez szólt, az ottani gyülekezetnek. Is a region in modern day Turkey. That's where we are. Galácia az egy terület a mai Törökország területén, és itt vagyunk most ebben a részben. The city of Iconium. If you googled Iconium, what would come up is a city named Konya in Turkey. Az Iconium helyű község, ha most ezt meggoogliznád, akkor egy olyan város név jönne föl Törökországban, Konya. These are real places, real people, real things. Tehát ezek ugye valódi helyek, valódi városok, valódi emberek, valódi dolgok történtek. When we're reading the Bible, we're not just reading a fantasy book. Tehát amikor a Bibliát olvassuk, nem csak valami tündérmesét olvasunk. It's not like we're going to a galaxy far, far away, you know. Nem egy messzi-messzi galaxisba utazunk. We are in real space-time. Hanem egy valós helyen és időben vagyunk. We're in real human history. Valós történelmi, emberi történelemben. Because the big story of the Bible is that God is active and he invades human history to work in human history to save people. Mert ugye az egész arról szól, hogy Isten tulajdonképpen így beleszól, megszállja az emberi történelmet, és... Invades, and to save people. Ja, hogy megmentse az embereket. And God uses people, és real people. Ehhez Isten valós embereket használ. Now we read, and I know you're familiar with Paul the Apostle. He's the great missionary. És ugye olvassuk is, és valószínű ismeritek is Pál apostolt, a nagy misszionáriust. He wrote 13, maybe 14 books of the New Testament. 13, vagy lehet 14 könyvét írta az Új Szövetségnek. And we think of Paul as this superhero. És úgy gondolunk Pálra, mint egy ilyen szuperhősnek. You know, it's like he walked into the city, you know, had a super apostle uniform on. Besétált a városba, és egy ilyen szuper apostol trikó volt rajta. But if you actually study Paul and his life, he was a man just like us. He was a weak person. He was a person who was dependent upon the Lord. De hogyha elkezdett tanulmányozni Pál apostol életét, akkor rájössz arra, hogy ő is csak ugyanolyan ember volt, mint te és én. Sőt, egy gyenge ember volt, akinek szüksége volt Isten erejére. You know, there's going to be something we're going to read this morning that was a defining incident in Paul's life that taught him one of the most amazing lessons. És ma reggel egy ilyen olyan fontos ilyen helyzetről, incidensről fogunk beszélni, ami Pál apostol életében nagyon meghatározó volt, és egy nagyon fontos leckére tanította őt meg. And so Paul and Barnabas, they come to Iconium, and the first thing they do is they seek out a synagogue. When there was a Jewish community in a city, that's the first place they would go. Tehát Pál és Barnabás, amikor elérkeznek Iconiumba, az első dolog volt, hogy egy zsinagógát keresnek. Ezt tették mindig, hogyha volt egy zsidó közösség, akkor először oda mentek. And the way they were speaking, Luke says they spoke in such a way, there was power in their words, there was boldness in their words. És itt Lukács leírja nekünk, hogy úgy beszéltek, olyan erővel és hatalommal a szavaikban. I'm reminded of what the Bible records about Jesus. Hogy emlékeztetve vagyok arra, amit a Biblia Jézusról ír. How the Bible says that Jesus spoke with authority, not like the other religious teachers. Hogy Jézus hatalommal szólt, nem úgy, mint az összes többi vallási vezető. Because the way religious teachers taught at the time was, well, Rabbi so-and-so says this, and well, this rabbi said that, and this guy said that. Mert az akkori időben élő vallási vezetők mindig valamilyen rabbit, valamilyen más vezetőt idéztek, hogy ez a rabbi így értelmez, ezt mondja, az a rabbi amúgy, amazt mondja. And Jesus said, I say to you. És Jézus meg azt mondta, hogy én mondom nektek. And I'm sure Paul, he went into the synagogue, he opened the Bible,
And he didn't start quoting rabbi this and rabbi that. És biztos vagyok benne, hogy ahogy Jézus bement akkor az ottani zsinagógákba és kinyitotta a tekercseket, nem azt kezdte elmondani, hogy rabbi XY ezt mondta. He said, this is what the Bible says. This is Jesus. Jesus fulfilled this. Jesus is Messiah. Hanem azt mondta, hogy ez az, amit a Biblia mond, és Jézus betöltötte ezt. Jézus a Messiás. And a great number of people, Jews and Greeks, believed. És sokan a zsidók közül és a nem zsidók közül is hittek. What brought these Jews and these non-Jews together was Jesus. Ami összehozta ezeket a zsidókat és nem zsidókat, Jézus volt. I am broken right now. Én össze vagyok törve most. I'm torn because I see the brokenness in our world. Megszakad a lelkem, mert látom a világban ezt az összetörtséget. I don't know if you've been following the news at all. Nem tudom, hogy mennyire követted a híreket. I see my country, my homeland is being torn apart. De én azt látom, hogy az én országom, a hazám, hazámat szétszakítják. I see people more divided now than in my entire life. És az emberek sokkal jobban egymás ellen vannak, meg vannak hasonulva, mint bármikor máskor az egész életemben, ha nézem. And I don't know if that's real or if that's just what the media is telling me. És nem tudom, hogy ez tényleg így van, vagy csak a média az, amely ezt így közvetíti. I am torn to see people divided. És beleszakad a lelkem, hogy látom az embereket, ahogy így szét... mi ez divide? Szét vannak osztva. Ketté vannak osztva. There are so many ways which we can divide people. Nagyon sokféle módon tudjuk az embereket szétosztani. White, black. Fehér, fekete. European, Asian. Európai, ázsiai. Rich, poor. Szegény, gazdag. Conservative, liberal. Konzervatív, liberális. Male, female. Férfi, nő. All of that's wrong. Mindez rossz. It is sinful to divide people. És bűnös ezek így megosztani az embereket. Jesus prayed for unity. Jézus az egységért imádkozott. What unites people? Mi az, ami össze egységbe hozza az embereket? It's Jesus. Jézus. Jesus is the only person that can unite people. Jézus az egyetlen olyan személy, aki egységbe tudja hozni az embereket. It is in Jesus that the walls of division are broken down. És Jézusban van az egyetlen olyan dolog, ami ahol ezek a falak, amely az emberek között vannak, leromboltatnak. You know, before church, you know, I was sitting back there just doing what everyone else does, scroll through Facebook. You know. Gyüli előtt itt üldögéltem és csináltam azt, aki mindenki más amit csinál. Gyüli előtt a Facebookot nézegettem. And I saw this video of a American football player. És láttam egy ilyen videóklipet egy amerikai futballjátékosról. He's sitting at this table. In the middle of the table is the president. This dude's sitting right next to him. És egy asztalnál ült ez a fickó, a középen az amerikai elnök csücsült, ő meg pont mellette. On the other side is a pastor. A másik oldalán az amerikai elnöknek meg egy lelki pásztor. You know, and, you know, both of these men are African Americans. És az elnök mellett mind a ketten afroamerikaiak. The football player says, "This country needs God." És azt mondja a futballjátékos, hogy ennek az országnak Istenre van szüksége. And he starts talking about how it's Jesus who can unite people. És elkezd arról beszélni, hogy Jézus az, aki egyesíteni tudja and az embereket. At the end of this press conference, this pastor, he says, I have something to say. És aztán ez a vagyis mi ez? Is a sajtótájékoztató után a lelki pásztor még jelzi, hogy ő még szeretne valamit mondani. He says, Mr. President, it's the church
It's the church that needs to bring unity. Azt mondja az elnöknek, hogy elnök úr, az egyháznak kell, hogy ezt az egységet elhozza. It is Jesus is the solution. Jézus a megoldás. To the divisions we see in the world. Abba a megoszlásba, amit most a világban látunk. Because in Jesus we're one. Mert Jézusban egyek vagyunk. We are unique and beautiful individually. Mindannyian egyénenként külön, tehát egyéni és gyönyörű az, amilyenek vagyunk. We are all different. Mindannyian mások. Some of us are a little bit bigger. Néhányan egy kicsit nagyobb bacskák. Néhányan egy kicsit kisebbecskék. Men, some of us are women. Néhányan férfiak vagy nők. Some of us are politically liberal, some of us are politically conservative. Vagy akár politikailag liberálisabb, vagy politikailag konzervatívabb. Do any of those things matter? De vajon tényleg ezek a dolgok At számítanak? At the end of the day, we are one in Christ. Mert ugye a nap végén mindannyian Krisztusban egyek vagyunk. And that's what I love about seeing God's work. És ezt szeretem látni Isten munkájában. It brings people together from different tribes and tongues and nations. Hogy Isten összehoz embereket a különböző országok, nemzetek, törzsek, népekből. And the hope of the world isn't a politician. És a világ reménye az nem egy politikus. The hope of the world isn't more laws. A világ reménye nem a több törvényben van. The hope of the world is Jesus. A világ reménysége az Jézus. Because Jesus, you know, laws, they can control our actions. Mert ugye a törvények azok ugye próbálják kontrollálni a mi cselekedeteinket. But it's only Jesus who can change our hearts so we love people. De csak Jézus tudja úgy megváltoztatni a szíveinket, hogy szeressük az embereket. That we would love people regardless of who they are. Hogy annak ellenére, hogy ők kicsodák, annak ellenére szeressük őket. I'm sorry, I have to, I just feel compelled to talk about this. Sajnálom, de úgy érzem, hogy muszáj, hogy erről beszéljek. Because it is such a hard thing for me to see people divided. Mert annyira nehéz számomra látni ezt a megosztást, and ami the az answer, emberek között the van. The answer is not anything else except Jesus. És a válasz az semmi más, csak Jézus. Because Christ is the one who unifies us. Mert Krisztus az, aki bennünket egységbe hoz. No matter where we come from. Nem számít, hogy honnan jöttünk. No matter what we look like. Nem számít, hogy hogy nézünk. No matter what language we speak. Vagy hogy milyen nyelvet beszélünk. It's Christ who unites us. Krisztus az, aki egységbe hoz minket. Christ united these Jews and these Greeks into one body. Krisztus volt az, aki egységesítette ezeket a zsidókat és ezeket a görögöket is Krisztus testében. And Paul and Barnabas, they were speaking boldly. És Pál és Barnabás bátran szóltak. For the Lord. Az Úrért. Boldness. It's what the Holy Spirit gives you to minister to people. Bátorság. Ez az, amit a Szentlélek ad neked, hogy szolgálj az emberek felé. And they, Paul and Barnabas, they were not only speaking boldly, but God granted them to be able to do signs and wonders. És nem csak, hogy bátran szóltak, hanem Isten megengedte nekik, hogy jeleket és csodákat is véghez vigyenek. Now, the people's faith, it was grounded in the word of God, but the miracles and signs kind of boosted their faith a little bit and encouraged them. Ugye az emberek hite az Isten igéjében gyökeredzik, de ezek a jelek és csodák, ezek azért adták alá a tüzet. You know, I will admit, I am probably, I'm the type of person, I get very skeptical of Christian events. És be kell, hogy valljam őszintén, hogy én egy kicsit ilyen szkeptikusan állok az ilyen nagy keresztény rendezvények felé. You know, and I in my sinful pride, I judge them. Én az én büszkeségem, a bűnös büszkeségemmel elítélem, megítélem őket. You know, there's big Christian concerts, and I'm just like, oh yeah, that's just an excuse for Christians to go have fun. Ugye nagy keresztény koncertek, és én erre azt mondom, hogy ja, persze, ez csak egy kifogás a keresztényeknek, hogy jól kibulizzák magukat. You know, those Christians are just looking for an experience, you know? És hogy azok a keresztények csak ez az élményre vágynak. You know, they're just part of that, you know, group who goes from conference to conference and event to event. They're not grounded, you know, in the Bible.
azokhoz a keresztény csoportokhoz tartoznak, ezek, akik ilyen konferenciára ugrálnak, és nincsenek meggyökerezve a Bibliában. And I gotta say, my attitude's wrong. És hát el kell, hogy mondjam, hogy rossz ez a hozzáállásom. You know, experiences can be good. They can give a boost to our faith. Mert hogy ezek a fajta megtapasztalások igenis jók lehetnek, és ilyen tüzet adhatnak a hitünkbe. But the basis for our faith is the word of God's grace. De a hitünk alapja az Isten igéjének a kegyelme. It's the word of God's grace because it's God's word. When we hear God's word, it draws us to faith and brings about salvation. Ez a kegyelem, amely az Isten igéjében van, mert ez a kegyelem az, amely hív bennünket a megtérésre. Now, Paul and Barnabas, they hear about this plan to stone them. És akkor Pál és Barnabás visszatérve hall arról a tervről, hogy majd meg akarják őket kövezni. You know, and they were like, okay, it's time to go. És akkor úgy döntöttek, hogy hát rendben, akkor itt az ideje, hogy elinduljunk. You know, Jesus said when they persecute you in a town, go to the next town. Jézus is azt mondta nekik, hogy ha üldöznek benneteket egy városban, akkor menjetek a következőbe. And Paul and Barnabas, they were like, we can stay in this city and possibly die. És akkor Pál és Barnabás is úgy voltak vele, hogy hát maradhatnánk ugyan ebben a városban, és akkor lehet, hogy meghalnánk. Or we could go to the next city. Vagy akár el is mehetnénk a következő városba. And you know, we don't see any like miraculous sign or vision. They were just like, okay, we got sanctified common sense, let's go to the next city. És akkor itt nem látunk semmiféle ilyen csodálatos jelet, amit Isten adott nekik, hanem egyszerűen a szent józan paraszti ésszel úgy döntenek, hogy elmennek a következő városba. So they come to the city of Lystra. És akkor elérkeznek a Lystra nevezetű városba. I'll read verses 8-18. A 8-ra 18-ig olvasom. Now at Lystra there was a man who was sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lyconian, "The gods have come down to us in the likeness of men." And Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they tore their garments and rushed into the crowd, crying, "Men, why are you doing this? We're also men of nature like you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and earth and the sea and all that's in them. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave them without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even when, with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them." 8-as verstől olvasom. Élt Lystrában egy ember, aki születésétől fogva béna volt, soha életében nem tudott járni. Ott ült a földön, és a többiekkel együtt hallgatta Pál beszédét. Egyszer Pál ránézett, és látta, hogy ez az ember hisz abban, hogy Isten meg tudja gyógyítani. Ekkor Pál hangosan rákiáltott, "Kelj fel, és állj a lábadra!" Ő erre felugrott, és járni kezdett. Amikor a tömeg látta, hogy Pál mit tett likaóniai nyelven, így kiabáltak: "Az istenek emberi formában lejöttek hozzánk." Barnabásról azt mondták, hogy ő Zeus, Pált pedig Hermésznek tartották, mivel legtöbbször ő beszélt. Zeus temploma a város közelében volt, és Zeus papja virágfüzérekkel feldíszített bikákat vezetett a város kapujához. Az összegyűlt tömeggel együtt áldozatot akart bemutatni Pálnak és Barnabásnak. Amikor az apostolok Pál és Barnabás megértették ezt, megszaggatták ruhájukat, és a tömeg közé futva így kiáltottak: "Emberek, ne tegyétek ezt! Nem vagyunk mi istenek, csak ugyanolyan emberek, mint ti. Azért jöttünk, hogy hirdessük nektek az örömüzenetet, és hogy ezektől a tehetetlen bálványoktól az élő Istenhez forduljatok. Mert ő teremtette az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van. Isten eddig minden népnek megengedte, hogy a maga útját járja. Bár velük is törődött, aminek sok tanújelét is adta, jól bánt veletek is.
ő adott nektek esőt az égből, gazdag termést és gyümölcsöket a maga idején, hogy bőségesen enni adjon nektek, és hogy megtöltse szíveteket örömmel. De még így is alig tudták az emberek lebeszélni arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik. So Paul and Barnabas, they're in Lystra. Pál és Barnabás ott vannak Listrában. There's not enough Jews for there to be a synagogue, so they're probably just walking around saying, Lord, lead us, show us what to do. A városban nincs elég zsidó ahhoz, hogy zsinagóga lehessen, ezért valószínű ott sétáltak a városban, és Istenhez imádkoztak, hogy most akkor hogyan tovább. Apparently Paul was in the street preaching. He was telling people about Jesus. És úgy tűnik, hogy Pál apostol az utcán prédikált, az utcán beszélt az embereknek. We don't know, maybe it was a market, maybe it was a square. Maybe it was near some temple or something. We don't lehet, know. Lehet, hogy valamilyen ilyen piac téren, vagy valamilyen másfajta téren, vagy közel egy templomhoz művelte ezt, nem tudjuk pontosan. He was just literally doing what Jesus said, go and tell people. He was going and telling people. De egyszerűen azt tette, amit Jézus is parancsolt nekünk, hogy menjetek és mondjátok el az embereknek. This guy, this crippled man from birth, hears Paul. És aztán itt van ez az ember, aki születésétől fogva béna volt, és ő hallgatja Pált. And this, I want to just address a question really quickly. Why does this happen? Why are people born handicapped? Why are people born sick? És akkor itt egy olyan kérdést szeretnék fölvetni, hogy miért is van ez? Miért van az, hogy emberek bénán vagy valamilyen fogyatékossággal születnek? You know, I remember before our kids were born and the doctor's doing the ultrasound, he's like, okay, let's take inventory. Emlékszem rá, mielőtt a gyerekek megszülettek volna, és még az orvos ilyen ultrahangon nézte, hogy mondta, hogy akkor leltározzunk. He's like, okay, 10 fingers, all right, 10 toes, we're good. Jó, megvan a 10 ujj, a 10 lábujj, rendben van. Because all a parent wants when they know they're having a child is they want their child to be healthy. Mert ugye a egyedüli dolog, amit egy szülő kíván, az az, hogy egészséges legyen a gyermeke, amely megszületik. I remember people asking, so what do you want, boy or girl? Ugye az emberek kérdezik, hogy mit szeretnétek, fiút vagy lányt? Because everybody thinks a guy he wants a son, you know, because he's not a man if he doesn't have a son. Úgy gondolja, hogy hát egy férfi az biztos, hogy fiút akar, mert nem is férfi, hogyha nem akar fiút. And I was like, I don't care, I just want healthy kids. És mondtam nekik, hogy nem érdekel, csak egészséges legyen. Why is that? Miért van ez? That some children are born handicapped, some are born sick. Hogy vannak olyan gyerekek, akik valamilyen fogyatékossággal vagy betegen születnek. We live in a broken world. We live in a fallen world. Egy bukott és elromlott világban élünk. See, sin has infected and affected everything. És a bűn megfertőzött és hatással van mindenre. That's why some people are born this way. Ezért van az, hogy némely emberek így születnek. It's not God's fault. Nem Isten hibája. It's the result of sin. Hanem a bűn következménye. And we need to understand, as long as we're on this earth, this isn't heaven. És meg kell, hogy értsétek, hogy egészen addig, amíg itt ezen a földön élünk, ez itt nem a mennyország. Oh God, if this is heaven, I don't want it. Hogyha ez a mennyország, én nem kérek belőle, köszönöm. You know, this is not heaven. Ez nem a mennyország. Heaven is the place where everything's going to be made right. A menny lesz az a hely, ahol minden megjavul. No more sickness, no more death, no more division. Nincs több betegség, nincs több halál, nincs több ellenségeskedés. And this man, he hears Paul. És az ember meghallja Pált. And Paul looks at him and saw that he had the faith to be healed. És Pál apostol ránéz, és látta az emberen, hogy megvan neki az a hite, hogy ő hisz abba, hogy meg tud gyógyulni. How did Paul see that? Ezt hogy látta Pál? I don't know. Nem tudom. I don't know. Nem tudom. You know, I have been reading and preaching the Bible for years. Hosszú évek óta olvasom és tanítom a Bibliát. You know, I've been preaching the Bible regularly twice a week for the past 20 years. Az elmúlt 20 évben kétszer egy héten prédikálok. I don't know how Paul saw this. Okay? De nem tudom, hogy Pál apostol hogy látta ezt. There are just some things in the Bible that's like cool. Vannak olyan dolgok a Bibliában, úgyhogy föltesszük a kezünket, és hát, oké, jó, nem tudom, Paul, hogy. Paul looks at the dude and says, get up!
És Pál ránéz a fickóra, és azt mondja neki, hogy állj fel. And the dude gets up. És a fickó föláll. And the people were like, the gods have come. It's Zeus and Hermes. És az emberek el voltak képedve, hogy az istenek lejöttek. Zeus és Hermes. And they were like, our gods are here, we gotta worship them. És ugye úgy voltak vele, hogy hát itt vannak az isteneink, akkor imádni kell őket. They were a superstitious people. Ilyen babonás nép voltak. And they interpreted that miraculous God healing in the context of their mythology. És ugye az ő mitológiájuknak a kontextusába lefordították ezt a csodát. And they thought, well, these must be our gods, Zeus and Hermes. So, you know, let's sacrifice to them. Úgy gondolták, hogy hát ezek biztos a mi isteneink, Zeus és Hermes, és akkor áldozatot kell, hogy mutassunk be nekik. Now, just imagine, this is you. Gondolj bele, hogyha ez te lennél. The priest of Zeus is going to come and sacrifice to you. Zeus papja eljön, és neked mutat be áldozatot. Let's just be honest. Wouldn't you stop for a second and think, I could use this. Amikor most legyünk azért őszinték, nem gondolnál egy pillanatig el bele abba, hogy lehet, hogy ezt azért ki lehetne használni. I could make a pretty good life for myself. Egész jó életem is lehetne innentől kezdve. I could have a nice career of just being a god to these people. Elég jó karriert futnék be úgy, hogy ezeknek az embereknek az istene lennék. Or they could have also thought, well, you know, we could accept this and use this as a way to communicate Jesus to them. Vagy lehetne úgy is gondolkozni, hogy hát elfogadjuk ezt így, és akkor ezt használnánk fel arra, hogy Jézusról beszéljünk nekik. But Paul and Barnabas say, no, this, no, we're men too, we're not gods. De ugye Pál és Barnabás teljesen visszautasítja ezt, elmondják nekik, hogy mi is emberek vagyunk. See, it's not just the how or the what that's important. It's not just the what that's important, it's the how that's important as well. Nem csak az fontos, hogy mi, hanem a hogyan is nagyon fontos. It's important to preach the gospel. Fontos ugye az evangéliumot prédikálni. But also the method is important too. Would it have been a good method for Paul to say, you know, yes, I am Hermes and I came with a message. There's a new god in town. His name is Jesus. De a módszer is nagyon fontos, tehát nem Pál apostol nem úgy ment oda, hogy hát igen, én vagyok Hermész, és hát hadd mondjam el, hogy van egy új Isten a városban, úgy hívják, hogy Jézus. You know, that would have been wrong for Paul to do that. Ez nem lett volna helyes Pál számára, Instead, hogy ezt Paul tegye. Opposes what they're doing, and he tells them to turn away from their vanity. Ennek, tehát, de nem, Pál nem ezt teszi, hanem ellenáll annak, amiket így állítanak, és bemutatja nekik ezt a hiába valóságot, amiben élnek. Turn from vain things and turn to Jesus. Hogy a hiába való dolgoktól forduljanak Jézus felé. Turn away from those idols, those things which you once worship. Hogy azoktól, az istenektől, amelyeket valaha imádtak, forduljanak el. Paul tells the Thessalonian church, he describes them and he says, you turned away from idols to the true and living God. A tesszalonikai beli gyülekezetnek is így magyarázta Pál, hogy a bálványoktól elfordultatok az igaz Isten felé. You know, and for us in the 21st century, we think we're so sophisticated, we don't have idols anymore. És itt a 21. században magunkról azt gondoljuk, hogy mi olyan kifinomultak vagyunk már, hogy nekünk nincsenek isteneink. Really? Ó, tényleg. We don't have idols. Nincsenek. You know, for some people, the idol is a piece of paper that says they finished university. Vannak olyanok, akiknek a bálvány az a papír, amire rá van írva, hogy befejezték az egyetemet. Now trust me, it's a good feeling. Na azért biztos, hogy jó érzés. It was a year ago that I got my paper. Én is egy évvel ezelőtt kaptam. But some people think that's the goal. Yeah. De vannak olyanok, akik ezt gondolják, hogy ez a cél. You know, for some people their idol is money. Vagy van akinek a pénz az istene. Their idol is a person. Vagy egy személy. You know, for a lot of people their idol is their child. Vagy sokaknak a gyermeke az Isten. They put the child into the crib and they just kneel down like this and oh child, you know. Berakják a gyereket a bölcsőbe és így leborulnak elé, hogy ó gyermekem. For some people their idol is their home.
Vagy van akinek az otthona az Isten. For some people their idol is their car. For some people, you know, we have a huge church right over there by Marstair. It's called our God. Vagy a... it's a temple. It's a temple. Vagy na most már felejtettem, hogy a másik, de ott a Marstéren van egy hatalmas nagy egyház gyülekezet, az úgy hívják, hogy Árkád. People go to worship vain things. Ahova az emberek elmennek, hogy ilyen hiába való dolgokat imádjanak. Don't get me wrong. None of these things are bad. De, tehát ne értsetek félre, ezek a dolgok így egyenként nem rosszak. Education's not bad, money's not bad, kids aren't bad, Arcad's not bad. Az, hogy tanulsz, az nem rossz, a gyerekek nem rosszak, a pénz nem rossz, az Arcad nem rossz. But when we make these things the most important thing, then they become idols. De amikor ezeket tesszük a legfontosabb helyre, na akkor válnak ezek istenekké, bálványokká. What Paul says is you got to turn from these things and turn to Jesus. És Pál apostol azt mondja, hogy ezektől a dolgoktól el kell, hogy forduljatok Jézus felé. Now, did you notice something about Paul's message? It's completely different than when he would go into a synagogue. És észrevettétek, hogy Pál apostol üzenete teljesen más itt ezekhez az emberekhez, mint hogyha egy zsinagógában szólna. When Paul would go into a synagogue, his starting point would be the Old Testament. Mert amikor Pál bement egy zsinagógába, a kezdet, a prédikációnak a kezdete, az mindig az Ótestamentum volt. With a pagan audience, which Paul was dealing with here, his starting point was creation. De ugye egy pogány közösséggel, akikkel itt Pál apostol szembenézett, a kezdet, a kezdőpontja a prédikációnak a teremtés volt. He says that there's a God who blessed you with rain and fruitful seasons and whatnot. Azt mondja, hogy ugye van egy Isten, aki megáldott benneteket bővölködő esővel és ilyesmikkel. Was Paul changing his message? Pál apostol vajon megváltoztatta az üzenetét? No, he was not. Nem változtatta. He was changing the way he presented the message. This is what we call contextualization. Hanem csak az, ahogyan az üzenetet bemutatta, azt változtatta meg, ez ilyen nem tudom, minek hívjuk. Contextualization, I don't know, in Hungarian. A helyzethez viszonyította az üzenetet. Yeah. Exactly. As a Christian, we don't change our message, but we change the way we present it, depending on the people we're talking to. Tehát keresztényként nem az üzenetünket változtatjuk meg, hanem igazítjuk ahhoz a helyzethez, ahhoz az emberekhez, akiknek elmondjuk ezt az üzenetet. You know, just imagine if Paul would have said, all right, people, let me tell you about the Old Testament. Let me tell you about Abraham. They'd be Abba who? Képzeljétek, hogy Pál apostol így kezdte volna, hogy akkor most hadd beszéljek nektek az Ószövetségről, az Ábrahámról, azzal kezdeném, és akkor az emberek így néznének rá, hogy Ábra mi? They'd be like, nah, we don't know. Speak to us in a language. Speak to us in a language we understand. Olyan nyelven szólj már hozzánk, amit értünk. You know, so to preach the gospel effectively, you need to know who you're talking to. Szóval ahhoz, hogy tényleg ilyen hatékonyan mond az el az evangéliumot, tudnod kell, hogy kinek akarod elmondani. You know, Paul's talking about their harvest, the food they eat. Beszél Pál apostol az aratásról, arról az élelemről, amit esznek. The gladness they experience in their lives. És az az öröm, boldogság, amit megtapasztalnak az életekben. These are all witnesses. They all testify of God. Ezek mind Istenről tesznek tanúbizonyságot. And then Paul and Barnabas speak the truth to them. És aztán Pál és Barnabás elmondják nekik az igazságot. And even though they spoke the truth, the people still were like, but still, we need to worship them because, you know, we got to worship these guys. És annak ellenére, hogy Pál apostol elmondta nekik az igazságot, meg Barnabás is, mégis úgy gondolták sokan még az emberek közül, hogy de hát ezt Istenként kéne benneteket imádni. You know, not everyone received the message. És nem mindenki fogadta el az üzenetet. And this is just the reality. Not everyone's going to receive the message. És ez a valóság, nem mindenki fogadja be az üzenetet. Some people are going to receive it, it's going to bear fruit. Some people are going to reject it. Vannak, akik befogadják majd és gyümölcsöt teremnek. Van, aki pedig elutasítja. But verse 18 or 19. Jews came from Antioch and Iconium. These were these legalists who were following Paul saying, it's good that you're a Christian, but now you need to like be circumcised and follow the law of Moses.
És aztán a 19-es versbe úgy folytatjuk, hogy később azonban Pizidiai Antiókiából és Ikóniumból néhány zsidó érkezett a városba. Ezek voltak azok a zsidó keresztények, akik így elhitték az üzenetet, de aztán még hozzátették, hogy na jó, de azért a mózesi törvényeket azért azt követni kell. And they persuaded the crowds, and they stoned Paul, dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered around him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting they committed them to the Lord in whom they had believed. Ezek addig uszították az embereket Pál ellen, amíg sikerült meggyőzniük a lisztrai lakosokat, akik azután megkövezték Pált. Azt hitték, hogy meg is halt, ezért kivonszolták a városból. De Jézus tanítványai összegyűltek Pál körül, aki felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt tovább mentek Derbébe. Derbében is hirdették az örömüzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. Azután Pál és Barnabás visszatért Lisztrába, majd Ikóniumba, onnan pedig a Pizidiai Antiókiába. Mindenhol megerősítették a tanítványokat, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Sok szenvedésen kell keresztül mennünk, amíg eljutunk Isten királyságába, mondták neki. 23-2. Yeah. Minden egyes városban kiválasztották a helyi gyülekezetből azokat, akiket vezetőknek jelöltek, majd böjtöléssel és imádkozással az Úr kegyelmére bízták őket, akikben hittek. Okay, so Paul stoned and drug outside the city. Pál apostolt megkövezik és kivonszolják a városból. Paul talks about this later on in 2 Corinthians. Pál említi ezt a második Korintusban, a második korintusi levelében. And it was in the context of this stoning here at Iconium or here at Lystra that he learned a great lesson that my grace is sufficient for you. És itt a Lisztrában való megkövezése kor tanulta meg Pál apostol azt a hatalmas leckét, amit Isten mutatott neki, hogy az én kegyelmem elég neked. You can read this in 2 Corinthians 11 and 12. Az második Korintus 11-12-ben ír elő Pál apostol. God used this stoning to teach Paul a lesson. És ezt a megkövezést használta föl Isten arra, hogy Pál apostolnak megtanítson valamit. No matter what you're going through, God's grace is enough. Nem számít, hogy mind mégy keresztül Isten kegyelme elég. Last week we talked about grace, and one of the aspects of grace is that grace keeps us. Múlt héten beszéltünk a kegyelemről, és a kegyelemnek az egyik ilyen formája az, vagy ilyen, amivel, hogy megtart bennünket a kegyelem. And the believers, they see Paul, they go, and they, obviously they prayed, and Paul gets up and goes back into the city. És oda mentek hozzá a megkövezés után a hívek, és valószínű imádkoztak, és Pál apostol fölkelt, és bement vissza a városba. It's like, bro, take a day off. Take a few days off, you know? You were just stoned and left for dead. Hát nem kéne egy kis szünetet tartani, Pál. Éppen most kövestek meg. Legalább egy-két napot pihenjél már. You know, if this were me, I'd be like, okay, I quit. I'm done. I'm going home. Ha az én lettem volna, én biztos azt mondom, hogy hát köszönöm szépen erről ennyit, én most már itt föladom, hazamegyek. Paul's like, no, I got a mission, I got a gospel, these people are lost, I'm going. De Pál apostol úgy volt vele, hogy nem, nekem misszióm van, itt van az üzenet, ezek az emberek el vannak veszve, mennem kell. And the next day they go to Derbe, they minister there. És utána másnap ugye Derbébe mennek, és ott is hirdették they az örömüzenetet. They preach the gospel, they make disciples. És sok tanítványt is tanítványokká tettek embereket. And they returned to Lystra and Iconium and Antioch, so they're on the way back now. És akkor visszatérnek Lisztrába, meg Ikóniumba, tehát visszafelé mennek most már. And they're strengthening the souls of the disciples, they're encouraging them to continue in the faith, and they're saying that it's through many trials that we will enter the kingdom.
és mindenhol megerősítették a tanítványokat, és bátorították őket, és elmondták nekik azt, hogy sok szenvedésen kell keresztül menni, amíg eljutunk majd Isten királyságába. Notice Paul says, it's through, we will get through it. De figyeljétek, hogy hogy mondja Pál apostol, hogy keresztül megyünk. No matter what you're going through. És mindegy, hogy mind megy keresztül most. You will get through it. Túl fogsz rajta jutni. David said, even though I walk through the valley of the shadow of death. Dávid is azt mondja, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is. I'm not going to fear because you're with me. Nem fogok félni, mert velem vagy. I don't know what problems you got, I don't know what you're going through, but you're going to get through it. Nem tudom, hogy milyen gondjaid vannak, hogy mind megy keresztül, de túl fogsz jutni rajta. Understand that God is with you. És értsd meg, hogy Isten veled van. Hold on to God's word. És ragaszkodj Isten igéjéhez. And so they passed through Pisidia and came to Pamphylia, and they went and when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia, and from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how he had opened a door of faith to the Gentiles, and they remained no little time with the disciples. Pisidián át Pamfiliába, majd Pergébe mentek, itt is hirdették az örömüzenetet. Azután Attáliába érkeztek, ahol hajóra szálltak. Ezután tértek vissza a szíriai Antiókiába. Ebből a városból indultak útnak, amikor Isten kegyelmére bízták, és kiküldték őket arra a feladatra, amelyet most befejeztek. Mikor megérkeztek, összehívták az egész helyi gyülekezetet, előttük Pál és Barnabás mindenről beszámolt, amit Isten velük tett. Elmondták, hogy Isten hogyan nyitotta meg a kaput az Izraelen kívüli népek előtt, hogy ők is higgyenek Jézusban, majd hosszú időt töltöttek ott a tanítványokkal. So they go back to their home church, to their sending church. Visszatértek tehát abba a gyülekezetbe, amely kiküldte őket. And so if we want to summarize their first missionary journey, they did a few things. Szóval, ha így most összegezni szeretnénk az első missziós utat, ezeket a dolgokat tették. They preached the gospel. That's the message. You preach the gospel. Az üzenetet hirdették. Ez tulajdonképpen az üzenet. They made disciples. They help people in their faith. És tanítványokat képeztek ki, segítettek az embereknek a hitükben. They encouraged people to continue, to keep on going. Bátorították az embereket arra, hogy folytassák tovább ezt az utat. That's one of the reasons why we need Christian fellowship and friendship. Ezért van szükségünk a keresztény barátokra, a keresztény közösségre. Someone to come alongside you and say, yeah, keep on going, God's with you. Come on, you're going to get through it. Hogy valaki ott legyen melletted és bátorítson, hogy túl fogod élni, menni fog, át fogsz jutni rajta, csak menjél, haladjál. What Paul and Barnabas did in every city, they established churches. És aztán Pál és Barnabás minden városban gyülekezeteket hoztak létre. You know, I believe the church is God's tool to reach the world. És hiszem azt, hogy ezek a gyülekezetek Istennek eszközei, hogy elérjék a világot. It's a church that can bring change in the world. És a gyülekezetek azok, amelyek változást hozhatnak a világban. And then finally they went back and they told everybody, they glorified what God did through them. És aztán végül visszatértek onnan, ahonnan kiindultak, és elmondták, hogy Isten mit tett rajtuk keresztül. And the amazing thing about Paul and Barnabas. És az elképesztő dolog Pál és Barnabással kapcsolatban. How much they did with how little they had. Hogy mennyi mindent tettek azzal a kevéssel, amiük volt. They literally all they had was the gospel. Semmi másuk nem volt, csak az evangélium. They didn't have an iPad. They didn't have an airplane. Nem volt se iPadjük, se repülőgépük. They didn't have the internet. Se internet. Just think how easy it would have been for Paul to say, "All right, everyone, I'm going to be on Facebook Live today from Antioch. Join in." Most milyen könnyű lehetett volna Pál apostolnak, mindenkinek kihirdeti, hogy Facebook Live-on vagyok Antiókiában, mindenki kapcsolódjon. They had nothing. Nem volt semmiük. They took the gospel. De az evangéliumot elvitték a világnak. We look at our situation, we have so much. És hogyha ránk nézel, a mi helyzetünket nézed, nekünk olyan sok minden van. How much more could we do? Mennyivel többet tudnánk tenni? How much more could we do? What would God want us to do? That's mennyivel többet tudnánk tenni? Vajon mit akar Isten, hogy mit tegyünk? Ez a kérdés. How would God use us?
with the blessings of the 21st century to reach people around us. Hogyan akar Isten bennünket használni a 21. század áldásaival, hogy elérjük a körülöttünk lévő embereket? That's a big question I do not have the answer to. Ez olyan kérdés, amire nincsen válaszom. But it's a question we need to ask that God would give us the answer. De ezt a kérdést fel kell tennünk, hogy Isten válaszolja meg. Because the reality is there are people around us who don't know Jesus, who haven't heard about Jesus. Mert az a valóság, hogy igenis vannak körülöttünk emberek, akik nem ismerik Jézust. And it's our call to take that gospel to people in whatever context they're in. És a mi elhívásunk az, hogy ezt az evangéliumot elvigyük ezeknek az embereknek, bármilyen körülmény helyzetbe is vagyunk. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we thank you for your word. Mennyei Atyánk, köszönjük a te igédet. Lord, I pray that you would take some of these random thoughts and just use them to edify us. És Uram, azért imádkozom, hogy vedd ezeket a gondolatokat és használd őket, hogy építs minket. Lord, may your word encourage us and may you give us direction. És a te igéd bátorítson bennünket és te adj nekünk útmutatást. Lord, I pray that you would show us how we can be used by you. Imádkozom, hogy mutasd meg, hogy hogyan tudsz bennünket használni. In this city. Ebben a városban. So Lord, show us the answer. Mutasd meg a választ. Show us your answer. A te válaszodat. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.